kezdődik tehát a futball tavasz így novemberben, de hát ugye a magyar bajnokságban már megszokott, hogy az őszi fordulók után két tavaszit is lejátszanak, előre hoznak. A Honvéd mégiscsak a mérkőzés esélyese az előzetes esélylatolgatásokkal ellentétben. Megint a kispestieknél a labda, és szépen passzolgatnak, és a lövés mellé. Kodoly lő, és megpattant az egyik hazai játékoson. Például a Ferencváros meccsről is elmondható, hogy másképp is alakulhatott volna a találkozó. Szép! Kemenesnek volt dolga. És még mindig ott van a labda. Még egy helyzet, gyönyörű passz, Itzer, Kemenes! Remek játék volt az, ahogyan eljutott lövőhelyzetig, sőt, 100%-os helyzetig a Dunaújváros, de nincs gól. Újabb lövőhelyzet lehet akár, sőt, hát ez gyanús volt. Na, hogyha az előző Zitzerre ugye természetesen azt mondtam, hogy érdemes visszanézni, akkor erre az esetre is igaz. Nem vagyok benne biztos, hogy ott nem volt egy odarúgás, de most már a Honvéd helyzetben, sőt, megint les. Na most kiköt a kapuval a labda, de a játékvezető nem adja meg. De itt az elmúlt percekben több érdekes esemény is volt, hát ugye leginkább erre a meg nem adott találatra gondolok. Dikházi ad egy újabb remek labdát, és nincs bent! Nem tudja megszerezni a vezetést a Dunaújváros. Zsoltér kapott ezúttal kiváló indítást Dikházitól. Bőr. Bőr Zoltán van előtte terület, akár el is lőheti, a paszt választja, remek játék, Bőr! Nem tudta átvenni. Csáb József arckifejezése nem lett nyugodtabb az eltelt időszak során. De talán majd most, hogyha összehoz a csapata egy helyzetet, leginkább egy gól nyugtathatná meg a Honvéd vezetőedzőjét, Prosser és Nagy Gergely. Jól akart a Nikházi ezt is. Nikházi ismét. Remek labda, akár el is lehet lőni, bőrcenterez, és megint gyenge a befejezés. Nagy hazai helyzettel kezdődik, tehát a második fél idő, de gól továbbra sincs. Szép passz, Bőr. Jól lépett be a csapatkapitány a játékba. Orosz. Ez még megvan Bőrnek, és ott a kipattanó. És lehet látni, hogy egyre többet korcsolyáznak a játékosok. Itt tulajdonképpen itt már akármilyen stoplival jön ki a futballista. Nem könnyű megállni, ha lendületben van. Ha lendületben van, nem könnyű megállni, nem könnyű kitámasztani, átvenni a labdát. Most azonban minden nagyon szépen csinált a Honvéd, és el tudott jutni helyzetig. Gyönyörű fejes, szép mozdulat. Kicsiben szép lapos passzokkal építkezik a Dunaújváros. És Bőr kerül nagy helyzetbe, Bőrlő! Ez sincs bent. Gyula a védők mögé, Zitzer és a lövés, ez sincs bent. Megszerezhette volna a most becserélt Bobál a vezetőgólt. Nagy Gergely véd. Lehet, hogy ezen a mérkőzésen egyszerűen valahol úgy döntöttek, hogy nem született gól. Ez sincs bent, hihetetlen. Felugrott a teljes Honvéd kispad, de Nagy Gergely kiszedte a bal alsóba tartó labdát, elképesztő bravúr, Barát fejjel. Gól nélküli döntetlen láthattuk tehát a Budapest Honvéd itt Dunaújvárosban 0-0-ra végez.